Szevasz, X-Pécsőnő, mi van a hangoddal? És miért ilyen narancssárga? Beleestem egy narancslév, és meg is fáztam. Oké, ez még is X-Pécsőnőre van. Jó van, kérsz vasodát, vagy felmész játszani? Megyek feljátszani. Jól. Vadonatúj, kormányos X-Fémítás terméke, pulcsi bőrletársak a kirakós, és még 100 euró brutálisemélyző termék, link a leírásba. Aha, csirke, most kitaláltam a legújabb tervemet. El se fogod hinni, hogy mit találtam ki. El fogom lopni XP Juniornak a DNS-ét, és átváltozok rá. Ezt nem gondoltad volna, igaz? És ezt fogom használni. Ezzel fogom kiszívni a DNS-ét. De akkor sírta vagy? Segítesz nekem? Most az egyszer? Igen, vagy? Na ezt már megbeszéltük egyszer, ezt többet ne csináld, jó? Már nem fogsz kapni ételt. Ez tud, nekem is fáj, ugyanúgy, mint neked. De jó, akkor csak egy hétig, jó? Ne! 3 nap. Ja, 3 nap, jó? Ne, jó, tessék! Nem. De akkor segítened kell, jó? Mrs. Sürke, ne legyél olyan gonosz, mint a kuka, igen! Ne üteges! Megyünk, csinálunk egy könyvkiállítást, és oda csaljuk XP Juniort, és ellopom a DNS-ét. Beszivárgok a családjukba. És utána vége lesz az összesnek a XP fajtájából. Menjünk is! Itt szemzőfél, neked mindig veszekedni kell, amúgy annyi elegem van néha belőled. Most őszintén csodálkozol? Hát nem takarítottál, nem is figyelsz rám, lát? Mert én vagyok a felnőtt, fel kell rám nézned, de hát nem ezt tudod. Biztos felnézek rá soha, de ez micsoda? Rára például felnézek, Hello! Hát mi ez a sok könyv? Hát én kiárusítást tartok, igen, van finom könyv. Akkor figyelj, ez a új havos könyv? Igen, ez habos-babos finom könyv, igen. Akkor megkóstolom. Nem, XP Junior, nehogy beleegyél. Na, hagyjál már, miért ne? Valami nagyon gyanúsat vettem észre. Uram, a hangja elég ismerős. Maga nem doktor gonosz? Miért, még nem látszik egymást. Dehogy nem. Ki az a doktor gonosz? Hát... Én doktor nem gonosz könyvárus vagyok. Nem hallott még rólam? De... talán... Oké. Most megkóstolhatom? Jöjjön be, fiatal úr! Van egy nagyon különleges könyvem itt hátul. Nekem ez elég furcsa. Hol? Itt? Ott van a második polcon, igen. Oké. De mit csináltál? Mi történt? Megszereztem. XP Junior, mi történt? Mit csinált ez a csúnya bácsi? Ezért most felgyújtom! Mit csinálsz? Miért gyújtott fel? Megszúrt valamivel! Megszúrt? Doktorral! Távol sátán, akkor fokhagyma. Na, elűztük a sátánt. Említ faktorra, megszúrt engem, belít? Na, őrisszem. Istenem, miért léteznek ilyen emberek? Nem akarod, hogy megnézzük a sebet? Na, nem azzal a szabba hát, semmi. Hát, jól van, ha te mondod. Megjöttem, Mrs. Csirke. El sem hiszem, hogy sikerült. Ha másodjára törnek be ennek a trükknek. Na, gyere be is töltjük a DNS-ét. Na! Ha szólok, nyomd meg ezt a gombot, oké? Be is töltöm. Készen állok, Mrs. Csirke. Ha szólok, akkor nyomd meg. 3, 2, 1. Ez az, sikerült! Miért vagy ekkora a csirke? Na jó. Most aztán oda megyek XP-hez, és be tudok épülni hozzájuk. Most meglakolnak mindenért. Jó, Zsófi, mi lesz az ebéd? Mert most nagyon éjjel, hogy komolyan műzli, szervi osztály, de nekem komolyan mondom, vacsorára. Nem az az ebéd! Ha nem, ez mi? Ez az ebéd! Hazajöttem! Szevasz, X-Pécsőnő, mi van a hangoddal? És miért ilyen narancssárga? Beleestem egy narancslév, és meg is fáztam. Oké, ez még is X-Pécsőnőre van. Jó van, kérsz vacsorát, vagy felmész játszani? Megyek feljátszani. Jól van, oké, rendben. Na, maradsz fenék a kedvencem. Szevasz, XP Junior, át is öltöztél? Nem tudom, de messze, de biztos. Hát eddig narancssárgában voltál, meg beleestél egy adag narancslébe, vagy mi? Mi van? Hát nem tudom, mit tettél, vagy mi bejöttem, felmentem, hello? Úgyhogy
Úgyhogy onnan jött, az előbb... Jó, mindig mit örök engem, na végre, szóval malacfenék, ez a kedvencem, de fia, nagyon szeretem, Mi ez a hangzavar oda fönt, várjál? Mi? Mi az Isten? Ha? Mi az Isten ez? Mi? Kettő XP Junior vagyok, látom. Várjátok már, szóval, várjátok. Mi az Isten? Miért van belőletek kettő? Én XP Junior vagyok. Mi van? Jó. Lehet, hogy XP Junior? Hát nem olyan színű vagy. Hát lehet, hogy átöltözött. Narancslés vagyok. Na jó, váltok, álljáj, na jó van. Tegyünk fel egyszerű kérdéseket, és szerintem az alapján el tudjuk dönteni, ki XP Junior. Jó van. Te szeretsz engem, narancsárga XP Junior? Nem szeretem. Jó, ez egész hiteles. És te, Isten sárga XP Junior? Hát a Juniorlek. Na, hogyha a fiam lenni, akkor nem mondanád ezt, komolyan mondom. Jó van akkor. Nem. Hol a kandi kamera? Milyen kandi kameráról beszélsz? Aj. Ja, jaj, túl sárga, hogy mit számít az? Jó, hát én nem úgy... Zsófi, te mit gondolsz? Melyik azok az XP Junior-t? Szerintem mindkettőt rúgjuk ki a házból, és maradjunk ketten. Inkább nem. Én a narancsárgás, szóval azok olyan aranyosak tűnik. Nézd, ilyen aranyos az új ruhája. Tényleg, Cuki. Egy nagy élet narancs. Olyan kis aranyos. Figyeljetek már rám! Figyelj, XP-t mutatok valamit, nézd. Ha te vagy az igazi XP-t, akkor kiállnál ide a szélére, légy szíves. Jó, rendben. Köszi, szia! Jól van. Hál az égnek, jól van, jó, biztos, hogy imposztor volt, hogy doktor. Jól van. Jól van, XC Junior, de gondolom, te vagy az igazi, szóval nem tudom, menj a szórakozzá, játsz a kertbe, vagy nem tudom. Elköszönöm, apa, vagy ki vagy. Jó, vagy ki vagy, az is megfelel. Jól van, na, én pedig folytatom akkor a malacfenék evését, úgyis imádom, jól van. Na, úgyis lassan este, aztán alszunk egy jót. Ez az sikerült, el sem hiszem, hogy bevették. Na és most. Felrumpantatom ezt a házat, megyek is. Megyek, úgy hallottam, hogy itt van lenne kazán. Fel is robbantom, De okos doktor, gonosz vagyok, igen. Itt is az új titkos fegyverem. Úgy hívják, hogy TNT 3000. A TNT 3000 eddig a legerősebb robbanószerem. És most komolyan, hogy kirúgtak engem a házból, mert mi van? Na jó, én meg felmeg az... Nem fogom én ezt így hagyni, hogy... ott a szobám biztos ott van az a... ember, vagy nem tudom ki... nincsen. Az ott a szobában biztos, hogy... Ha gonosz ember lennék, hova mennék? Isten, mit, hogyha miért gondolkodsz ezeken? Hát felszülök azon házba mennék le, és felrobbantanám. Isten, mennél nem is lehetnék hibb. Mi ez a hangzavar a pincéből? Komolyan mondom, nem hiszem most már el. Azt a mindenit, jól van. Úristen, mennyi TNT? Azt a mindenit. Álljátok mind a ketten, mert megint itt van két XP Junior, komolyan mondom, el sem hiszem. Haj, jól van. Megtámadott ez az imposztor, és nem akarja robbantani a házat. Ez kicsit gyanús. Igen. Most a... Mi az? Túl sok életet tapáltatok! Fúj, úristen! Túl sok könyv. Kódokok álltál, fúj! Túl sok volt a könyv, bocs. Vigyünk egy kis mintát. Fúj! Akkor viszont te vagy az imposztor! Doktor Gonosz, te vagy az! Kapjuk el, menj innen! Átkozzuk el! Ez tényleg Doktor Gonosz volt! Jó, menj innen, lökjük ki szépen a házból! Úgy van! Viszlát, Doktor Gonosz! Szia! Úristen, megint kiderült az igazság ezek szerint! Bocsánat, XC Junior, hogy nem ismertünk fel egyből! Hát biztos, hogy nem bocsátok meg!
Viszont srácok, remélem tetszett ez a videó, és ti tudtátok, hogy ki az igazi XP Junior. Remélem tetszett ez a videó, akkor lássuk csengő. Ne felejtsétek el, vannak Discord szerverünk, de link a leírásban meg ilyesmi, csatlakozzuk ez a videó, ennyi, van, XP voltam, sziasztok!